Nagyon kemény mérkőzés volt, de én úgy láttam, hogy szintet lépett a Ferencváros. Nagyon jó játékot láttam ahhoz képest, amit az elmúlt években. Nem azért, mert az rossz volt, hanem mert szerintem előre léptetek. Te hogy érzed? Hát így az egy gólos vereséggel most annyira nem jó érzésekkel jöttünk le a pályáról. Az első fél időt egy kicsit odaadtuk, a második viszont tényleg nagyon jó dolgokat mutatott, és nagyon biztató volt. Ott is volt egy periódus, amikor nagyon elengedtük őket, és a végén nem tudtuk ezt már visszahozni, pedig tényleg ott voltunk. Időnként úgy tűnt, mintha egy kicsit nagyobb iramban játszanának ők, de aztán kiderült, hogy ti is tudtok nagyobb iramban játszani. Igen, voltak ilyen megtorpanásaink. Az első fél időben főleg, ahogy elkezdtük, nem voltunk bátrak támadásban, ezekre az ijesztgetéseikre nem mertünk passzolni, nem ment a labda, és ebből ők könnyű gólokat lőttek, akkor igen, egy gyorsabb játékot mutattak, de itt a második fél időben nekünk is voltak lerohanásaink, mi is futottunk velük, de még mindig sok volt a hiba sajnos, de tényleg már csak egy pici kellett. Mi az, ami kattan az agyban, amitől egyik pillanatra a másikra egy kicsit bátrabb a támadás? Szerintem itt volt egy-két jó védekezésünk, és abból tudtunk futni, és ez önbizalmat adott. Mindenképp az, ha hátul egy kicsit stabilabbá válunk, akkor az elől is jól jön ki. Ezt kell itt is stabilizálni, az első fél időben ez sem működött nagyon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szucsánszki Zita érkezik ide hozzánk. Elsősorban is hogy érezted magad a pályán? Megköszönöm jól, de sokkal jobb lett volna, hogyha nyerünk. Ez természetes, és mi hiányzott? Mit gondolsz? Mert voltak olyan periódusok, amikor azt gondoltam, hogy ez nem lesz meg, és volt olyan, amikor nagyon-nagyon közel voltatok. Hát igazából az első fél időben a visszarendeződésünk volt rossz, az egész meccsen az ember előny kihasználásunk volt rossz. Hát nem tudtunk átlépni, mindig azon a két gólon voltunk, hogy na most akkor lehetne, és akkor mindig hibáztunk, vagy elő, vagy hátul. Hát sajnálom, mert tényleg több volt benne. Mi az, ami a támadásban megváltozott, amitől jobbá vált a második fél időben a támadójáték? Talán az, hogy jobban ment a labda, bár ez az utolsó pár percre nem igaz, mert a Lager Kriszt eléggé széttördelte a játékunkat. Tanulunk belőle, igazából tényleg ez, hogy a helyzeteinket ugye ki kell sokkal jobban használni, és megyünk előre. Az, hogy a hibák száma talán kicsit magasabb volt, az ennek a kőkemény ellenfélnek köszönhető, vagy pedig azért még itt van, min változtatni? Igazából jól csinálják ezt a pressinget, ugye jönnek fel a kettesek, tudnak azért változtatni, ugye, hogy van, hogy nagyon magas falat tudnak felhúzni, van, hogy ugye följön egy nagyon sokat faltoló hármas védő, úgyhogy eléggé stabilak. Mondom, sajnos nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Köszönöm, Zita, remélem látlak még sokat mosolyogni idén. Kluiber Katrin érkezik közben. Én tudom, hogy ilyenkor nem lehet boldogan nyilatkozni, de mégis azért, hogyha a teljesítményedet nézzük, akkor összességében elmondhatjuk, hogy neked azért mégiscsak jó mérkőzésed volt, még hogyha a győzelem nem is sikerült. Próbáltam 100%-osan tényleg végig oda tenni magam. A végén én is elfáradtam, és ott zicserek is maradtak ki, és ugye védekezésben is elég magasak hozzám képest, úgyhogy nekem egy kicsit nehezebb, de elégedett vagyok, én úgy gondolom, hogy jó mérkőzést játszottunk. Ebből a szempontból egyébként, amit mondasz, tényleg borzasztó nehéz mérkőzést, mert iszonyú magas a fal, és ugyanakkor, amikor pedig támadásban jönnek, akkor pedig nagyon gyors a játék. Igen, hát van ennek előnye és hátránya, mert tényleg azért nekem az átlövés picit nehezebb, mint mondjuk a balátlövőknek, mert ők azért magasabbak, de viszont abból meg előnyös tényleg, hogy a cseleimet meg tudom csinálni. Ha csak a játékot nézzük, akkor összességében első mérkőzésnek milyen volt? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó volt. Annyiban volt egy picit probléma, és lehet, hogy tudtunk is volna nyerni, hogyha a védekezésben nincs egy ilyen hullámvölgyünk, mert tényleg az elején egy picit kevesebb falt volt, aztán utána összeszedtük magunkat, és a végére megint elfogytunk. Köszönöm szépen. Elek Gábor érkezik talán hozzánk. Igen, nem láttam őt a kollégáktól. Gábor, arra kérlek, hogy értékeld ezt a mérkőzést. Nagyon gyáván kezdtük el ezt a mérkőzést, tehát az helyeköze meg is határozta, tehát úgy gondolom. Második fél időben talprált a védekezésünk. Azt gondolom, az első fél időben nem védekeztünk jól, de talán nem is az volt a legnagyobb problémánk, hanem a visszarendeződésben nagyon sok könnyű gólt kaptunk. Tehát azt nagyon rosszul oldottuk meg, hogy hátra menekültünk a vonalra, és ott széttéptek minket.
Úgyhogy, és nagyon-nagyon defenzív volt a védekezésünk, tehát nem mentünk a faltokért, nem akartunk, nem kezdeményeztünk abba a védekezésbe, de mondom, hogy még nem is az volt, hanem igazából a támadó játékunkban érezem én azt, hogy ma ilyen nagyon bizonytalan volt, főleg a passzolásaink. Tehát ebben ez a védekezés, amit itt a Rostov védekezik, hogy végülis egy zártabb rendszerből megnyitja szinte egy együttre, tehát ott föl kell tudni vállalni a passzokat, a lőtt passzokat, és igazából tehát itt főleg a másik fél elején volt egy vagy két nagyon bután eladott labdánk, amitől egy kicsit betojtunk, én óvatosabbá váltunk, és onnantól elkezdett dadogni a támadójátékunk. Tehát a harci szellemünk az rendben volt, második fél védekezésünk, kapus teljesítményünk rendben volt, de ez a támadójáték, ez kevés volt ahhoz, hogy tehát ez a fölnyitó kettes védekezés ellen, tehát ez kevés volt, mind a sebesség, mind a labda nélküli tevékenységünk, és mondom, főleg a passzolásainknak a minősége volt nagyon, nagyon ilyen bizonytalan, dadogos. Miután ez az első mérkőzés volt, és nem akárki volt az ellenfél, hanem a Rostov ráadásul, egy nagyon jó mérkőzést játszottatok, valami pozitívumot azért sikerült levonni ebből? Persze, van, tehát azért a védekezésünk, mondom, a második fél időben kapus teljesítményünk a második fél. Ez azt gondolom, hogy a Kuiberkettenek a teljesítmény ez kifejezetten jó volt. Meg úgy igazából nem tudom azt mondani valakire, vagy senki nem tudom azt mondani, hogy hú, de gyengén játszott, mert ugye, szerintem ugye átlagosan játszott, de Rostov ellen ez kevés, hogy a sok átlagos teljesítmény, tehát ide kellenek a klasszis teljesítmények, és ezek nem voltak meg. Tehát valamint ugye, tehát mondom, hogy az ittszereket azért jobban kell értékesíteni, tehát amikor ilyen nehezen jutunk helyzetbe, akkor az a jobban kell gazdálkodnunk. A helyzetekig eljutottunk bizonyos szinten, de mondom, szerintem kevésszer. De összességében mondom, a második fél, de az azért, megnyertük 3 gól, a második félben 10 gólt kaptunk, tehát ebbe lehet kapaszkodni, azt gondolom. De nyilván a tanulság az első félnek. Ilyen szintű ellenfél eszembe topon kell lenni végig. Köszönöm szépen. Köszönöm is.